Szervuszok gyerekek, ez itt megint az anime kommentes, kijött az Attack on Titan 2-nek az utolsó előtti része. Mint ahogy megírtam a Facebookon, én nagyon izgalmas részre, zárásra számítok ettől a következő két résztől. Reméljük be fog jönni az, amit mondtam, és akkor ne is húzzuk tovább a szót, hanem nézzük már meg, hogy mit tartalmaz ez a rész, már rohadtul érdekel. Jó van, ideig le. Tudjuk a témát. Úgyhogy, ahogy látjátok, a srácok úgy tűnik meglépnek, a többieknek meg vagy utol kéne érni őket, mert Erent viszik, mint az állat. Jó, meg közben mindenhol tele vagyunk titánokkal. Na, de Erwin nem olyan, aki ezt hagyja. Ez jogos. Hú, ez nagyon fura ronda CGI. Ez nem volt jó kezdésnek, na mindegy. Na, lesz még ez a szar. Hűha, most úgy valahogy érte elkezdtem izgulni, mert most... már nagyon vártam ezt az epizódot. Nem ugyanim eddig, szóval is köszi a pozitív kritikát. Próbálom megcsinálni azt, vagy belerakni a videókba azokat a dolgokat, amiket mondtatok. Tényleg köszi, jól esett. Na, rohamra. Én urán oldották meg ezt a CGI-jel. Na, ez a beszéd, Mikasa. Tőle nem vártam már. Helyes. Haha. Upszi, kicsit nyálas lett, csaj. Ó, kis nyálcsere. Kis trutyi. Hát ja, meg kéne kommentálni, hogy mi a franc van. Hát most mindenki pofázik a másik, csak hogy hát kéne mindenfajtul róla, de nem mondják meg miért, akkor meg most ki a franc benne. Jóha. Bertolt is azért keményedik. Ó, milyen szép tájakon mennek át. Valamilyen cukin ráment a bőrke a Ymir hátára. Mint egy jó steak, már hasonlóan néz. Most mondanám, hogy megint időhúzás van, csak nincs ebbe, ez benn van a magában is, szóval igazából ennyi az egész. Na, Eren, mit látsz magad előtt? Na, megjöttek végre a többiek. Hú, az fájhatott. Na, Mikasa azt tudja, hogy kell továbbra is. Ha-ha-ha-ha! De kurva jó! Anyám! Ha! Hú! Epic! Nagyon be van pöccelve, Mikasa, azt szeretem. Hasonlít, hogy nagyon az a jelenet arra, amikor... Mirai Nikki-ből Gasei Yuno nézte ezt a balfasz gyereket, és jó éjszakát, Yuki! Oyasumi! Oyasumi! Na, legalább história látja jól a dolgokat. A mangában valami olyasmit mondott Mikasa, az is nagyon tetszett, de ez is jó volt, hogy Ivi, jelenleg, vagy Istori, jelenleg nem vagyok olyan pozícióban, hogy most bárkinek a mesét meghallgassa, és most nagyon türelmes legyek. Ehhez most semmi kedvem nincs. Ugye a mangában is olyan fura volt, hogy Ryan ne adja, hogy meglovagolják őket, de lecsöpörhettél magáról őket, azt ennyi. Vagy mind a két kezét használja? Most így hirtelen nem tudom.
Mikaszának, amilyen fejeket rajzolok, nagyon tetszik. Ő az olyan, amikor a barátnő nagyon akar valamit, és azt mondtad, hogy nem. És ez nézés, ez nagyon olyasmi volt. Ua, na jönnek ugye a rossz fiúk. Hú, de furcsákat ütának animálása, Jézus Mária. Na, most a katonák elesnek, rész? Ajjaj. Bajok lesznek. Jól van. Jó, elég sokan vannak gyerkőcök. Hát most bátornak kell lenni, apróságaim. Na. De az Ervin azért is szimpatikus, mert nem csak ott van, hogy menjetek a szorcoljatok, hanem ő is kiveszi a részét a dolgokból. Upszi. Nem bén a lovat rajzoltak oda, beszarok. Nagyon kíváncsi, hogy hol lesz vége a sztorinak. Haha. Upszi, upszi. Na. Hát az így igaz, uha. Uha. Ajjaj, ezt kiszámolták. Nozsa, mutasd meg, hogy te is azért tudsz harcolni. Helyes. Fejlődés? Ez milyen fordítás volt? Azt nem tudom, mi lesz, baszki? Ja? Na! Az na! Fasza! Jó lesz! Nagyon tetszik! A manga jó volt, ott elkezdett anyázni rendesen, mert tudod, hogy anyátokat mindenkit lemésztárolok! Rohadtul megölök mindenkit! Na, és Tóra is csinálja azért azt, amihez, ami megkövetel a haza. Hüha! Ez fasza! Haszta! Ha! Először megnézem most a telefonomat, hogy nem állt le a felvétel. Hát, bassza meg! De mindegy, akkor gyerekek, úgy tűnik, hogy megint csak hangban vagyok. Vagy kivételesen csak hangban vagyok itt. Húha! Most is voltak pofázások, de ezek ugye benn voltak a mangában, és most nem vettem észre, hogy annyira időhúzós lett volna az egész, de nagyon a csattanóra akarták kihozni a tévát, ami szerintem rendkívül jól sikerült. Hát és nem is nagyon tudom, hogy mit mondjak. Tényleg nagyon-nagyon izgi volt ez a rész, és nagyon-nagyon tetszett nekem. Fú, és a kövi rész az meg még durvább lesz valószínűleg. Hát... De nem tudom, Mikaszákat tekint, hogy baromira tetszenek, és... és még továbbra is olyan imádom ezt a sorozatot, amikor ha mostanában beszélgettem pár ismerősömmel, akik azt mondják, hogy elvileg egy kalap szar, na... Mindegy. De érzük a következő rész tartalmát. Ugye ez már az utolsó rész lesz.
És egyben az utolsó rész is. Bocsi gyerekek, hogy közben senki nem tudtam semmi hang vagy képet produkálni, telefonom megint meglepett, úgyhogy most csak ez ilyen verzió volt, az utolsó részre megint az előső kamerámat fogom majd használni a felvételhez, ami lehet, hogy rosszabb képet ad, de úgy tűnik, hogy azzal lehet felvételt sezzem. Mindenesetre nem mondom, hogy lájkoljatok meg semmi, mert basszus, hogy nem volt megint hang, ezzel nincs nagyon mentségem. Na mindegy, legközelebb találkozunk. Szerintem nagyon jó rész volt, legalább azt tegyétek meg, hogy leírjátok kommentbe azt, hogy nektek, ti hogy éltétek ezt meg. Sziasztok!